Ha egy városlakó szexárdot szeretné bemutatni, elsőre talán zavarba jön. Hol is kezdjük, honnan is induljunk, hiszen annyi féleképpen fel lehet fűzni a város történetét. Honnan induljunk hát? Talán az Alföld síkságától? A Duna kanyargásától, vagy a dombok hajlataitól, amik szép lassan a mecsekig hullámoznak? Dienes Valériától, Babicstól, Mészőjtől, Lisztől, Garaitól, Vosinski Mórtól? Netán egy boros pince mélyéről? Nyilvánvaló bármelyiket is választja az ember, gazdag és értékes utat járhat be az utazóval együtt. Mi azonban most néhány könnyen megtalálható épület bemutatásának segítségével szeretnénk bővíteni a megyeszékhelyről alkotott véleményüket, tudásukat, érzéseiket. A teljesség igénye nélkül csupán a város szívében mutatunk olyan házakat, melyeket már a 200 évvel ezelőtt élt szekszárdiak is láthattak. Sétánk ezúttal a tolnai megyeszékhely fejedelmi épületével kezdődik. Az emeletes városháza 1842 és 46 között épült klasszicista stílusban. Az épületet Tormai, korábbi nevén Krenmüller Károly tervezte, aki 1832-től 1848-ig töltötte be a megyei főorvosi tisztet. Állatorvosi diplomája is volt, doktori disszertációját pedig fogorvosi témakörben írta. 1846-ban jelent meg könyve, a Bábászati kalauz. A városháza ma ismert szecessziós formájában 1908-as átalakítása óta áll a Béla királytéren. Az 1970-es években egy modern külsejű, az akkori szellemnek megfelelő formájú épületet kaptunk. Az 1985-ös és 92-es esztendőben felújították, illetve át is alakították. Az oromzatot középen a város címere, két felső szélén kupolatetős tornyocskák díszítik. 2017-ben a díszterem felújítása váratlan fordulattal gazdagította az épület anekdota gyűjteményét. Amikor megkezdték a terem felújítását és felszedték a régi parkettát, a munkások egy az utókornak szóló üzenetet találtak. Az 1908. július 7-én keltezett, cirkalmas betűkkel írt levél nagy része hiányzik. Annyi azonban kiderül belőle, hogy a nagy terem akkor végrehajtott parkettázásakor annak alkalmából helyezte el az akkori városvezető, dr. Szentkirályi Mihály és a munkát végző mester. A város vezetése úgy döntött, a korábbi megtalált levél helyett egy újat helyeznek a padlózat alá. Azok, akik majd megtalálják az üzenetet, láthatják, hogy kik, milyen célból és milyen munkát végeztek. A levél arról is említést tesz, hogy a felújítást egy tűzeset hátráltatta. Az üzenet egyszer majd minden bizonnyal történelmi kor dokumentummá válik. Az egykori levélből is világosan kitetszik, hogy a múlt század eleji felújításkor is hosszú távban gondolkodtak, az épületet nem maguknak, hanem a mindenkori vezetésnek és szekszárdiaknak viselték gondját. Ezt az üzenetet viszik tovább a mostani városatyák is. A polgári épületet 1800 körül emelték és klasszicista stílusban készült el. Ebben a házban született Tormai, vagyis Krenmüller Béla, állatorvos professzor, Tormai Károly, a már említett korábbi megyei tiszti főorvos fia, akinek bronz domborműves portréja látható is a ház falán. Az állatorvos professzor számos állatgyógyászati alapmű szerzője, az egyemeletes főépület nyeregtetős lakóház. Az alaprajza téglalap alakú, zárt sorú beépítésben áll, a földszinti oromzatát vakolat sávokkal díszítették. Az udvari homlokzat középtengelyében kosáríves bejárat nyílik, az utcai oldalán a kapuját aszimmetrikusan helyezték el. A főépület utcai homlokzatát a 19. század második felében historizáló stílusban alakították át. Az épületet 1964-ben, majd 86-ban is felújították. Jelenleg a polgármesteri hivatal okmányirodája működik itt. Az egykor vendégfogadóként használatos házat a 19. század elején klasszicista stílusban építették fel, az 1979-es esztendőben kerítettek sort a felújítására. Az eredetileg tehát fogadónak épült ház később az Örfi család tulajdonába került, erről a házon a család címere árulkodik. Az előnévvel a nemességet 1909. február 14-én Örfi Lajos kapta, aki a szekszárdi takarékpénztár elnök igazgatója volt. Az utca felé kétszintes, a kert felé földszintes kialakítást kapott a ház, manzárt tető fedi, alulról pedig egy részén alápincézték.
1875-ben határozták el egy polgári fiú iskola állami segítséggel történő létrehozását itt Szekszárdon. Stani Jakab tervei szerint Wittinger Sándor tolnai építész kivitelezésében 1878-ban készült el, kora eklektikus stílusban. Főbejáratát faragott oroszlánfejek díszítik. Első igazgatója Krammer János volt 1891 és 1910 között. Ebben az épületben működött a polgári leányiskola is, amely 1910-ben költözött az újonnan épült Széchenyi utcai épületbe, amelyben jelenleg az Ady Endre középiskola van. 1958-tól vegyes fiú leány általános iskolaként működött, itt ismerkedett a tudományokkal Hegedűs Gyula színész, Szakály Ferenc történész és Levente Péter színész is. Előttük még ide járt a múlt században dr. Leopold Lajos és Dienes Valéria is polgáristaként. A szállót historizáló szecessziós stílusban 1889 és 93 között építették fel. A belső eredeti kiképzését ma már csak a lépcsőház őrzi, amellyel az emeleten átvezettek a táncos nagyvendéglő színház és báltermébe. A megnyitóján Jászai Mari lépett fel. Az úgynevezett Augustház voltaképpen három épület együttese. A 36 szám alatti 18. századból való lakóházat 1866-ban romantikus stílusban átépítették és bővítették. A 38-as szám alatti ház a 18. század elején épült klasszicista stílusban, míg a 40-es szám alatti az 1790-es években klasszicizáló később barokk stílusban épült emeletes sarokház. Báró August Antal Tolna megye alispánja négyszer látta benne vendégül Liszt Ferencet, az épület együttest 1983-ban és 85-ben, majd 88-ban újították fel. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneiskola működik az épületben. Csupán néhány meghatározó épületre szerettük volna ráirányítani figyelmüket, hogyha Szekszárdról beszélünk, gondolkodunk, ne csupán a lankákon végighúzódó szőlősorok és pincék jussanak eszünkbe, hanem vegyük szemügyre egy kisé más megvilágításból ezeket az ódon és pazar épületeket, amik meghatározzák Szekszárd történelmi belvárosának hangulatát, amitől egy őszi levélhullatta napon szívesen barangolunk a városközpontban, mintha csak turisták lennénk saját városunkban.